Miért jelentkeztem Erasmusra? Miért ne jelentkeztem volna Erasmusra? Szerettem volna egy kicsit eltávolodni attól a kötöttségtől, amit alapvetően a színművészeti jelentett. Picit vágytam arra, hogy egy másik környezetben megnézzem, hogy milyen az élet. Mindenképp szerettem volna eljutni külföldre és megismerni egy picit azt, hogy milyen kint az oktatás, megismerni új embereket, kipróbálni azt, hogy tényleg milyen külföldön élni. Igazából az összes barátom csak jót mesélt róla, és egyszerűen ki akartam próbálni magam, meg akartam ismerni magam jobban. Úgy éreztem, hogy ez nekem kell, és részt akarok venni benne. Én Londonban voltam 4 hónapot, a londoni Nemzeti Színházban. Nick Heitner rendezett egy Otellót, és az ottani társulatnak a munkáját követtem. Én Angliába jutottam ki az Erasmus ösztöndíjjal, és a Cranfieldi Egyetemre jártam, aminek az a különlegessége, hogy egy teljes évig kint tudtam maradni, és az alatt az egy év alatt pedig egy mesterdiplomát szerezni. Németországban voltam Tübingenben, az Eberhard Universitäten, ott pedig gazdasági szakon voltam, Business Administration volt a neve, és ott tanultam angolul és németül is. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember különböző kultúrákkal ismerkedjen. Elfogadóbbá teszi, nyitottabbá teszi. Ez nagyon hasznos, függetlenül, hogy milyen szakmát végez. Szakmailag nagyon sokat segített az Erasmus, mert...